hamarosan kezdődik az adventi előkészületeket célzó kézműves foglalkozás. Tóth Lászlóné megbízott klubvezető már rutinos tagja ennek az összejövetelnek, és itt van mellette Tóth Szilvia, a szociális gondozó, aki a lánya és utódja. A Szilvia jött az én helyemre, és én pedig félállásban lettem, mint megbízott klubvezető, úgyhogy ő lesz a teljes jogú, és hogy én meddig leszek, azt még nem tudom. Jó, hát ez a jövő zenéje, mondjuk ilyen szép, közhelyes fordulattal. Volt kitől tanulnod a kézműves technikákat? Természetesen, úgyhogy hosszú évek óta már együtt dolgozunk anyuval, ilyen kézműves foglalkozások keretében, és most nagyon nagy örömömre szolgál, hogy az idősebb korosztályt is meg tudom egy kicsit mozgatni, mert eddig a gyermekek világában tettem ezt. Pusztán elég az, hogy valaki az édesanyjától, vagy akár édesapjától ellesz ilyen technikákat, vagy azért rá kell segíteni valamilyen tanfolyammal, tanuláson intézményesen? Hát én úgy gondolom, hogy ilyen autodidakta módon azért elsajátítottam nagyon sok mindent, és az érdeklődési köröm elég tág, úgyhogy az otthoni gyakorlás. Saját ötletek is vannak a repertoárban, vagy minden csak ilyen, az sem rossz egyébként, hogy előre gyártott séma alapján lehet készíteni adventi koszorút, vagy bármit. Nagyon sok saját kreatívot használunk fel ötleteket, mert az összes otthoni úgynevezett selej dolog, például dugó, kupa, műanyag, mindenből csinálunk mi valamit. Unokáim, a gyerekeim, mert ők ezért lettek ilyenek, amilyenek, mert mindig alkotunk, és mindig is alkottunk velük. Mert mindenből lehet valamit csinálni, tehát a képzelet az ugye határtalan. Ma a karácsonyi előkészületek lesznek, és szintén dugót használtunk föl, és maradék anyagokat, régi girlandokat, és ebből készítünk kicsi fenyőfát, amit mindenki majd hazavihet magának. És lesz ezután még egy foglalkozásunk, és akkor meg díszeket csinálunk, és koszorút szeretnénk készíteni, koszorút, és azt is ilyen saját kreációval. Megnéztük az aktuális készletünket, hogy mit tudunk hasznosítani, és abból lett ez az ötlet, hogy amikor ha van dugó, akkor legyen valami dugós. Bárki képes dugóból mini karácsonyfát készíteni? Igen. Mindenki képes mindenre, csak ki kell, hogy próbálja saját magát, és hogyha együtt, közösen dolgozunk, a szenzációs erőt ad el. Ha helyette valaki megcsinálja, akkor nem, az... Nem. Nem, mert ilyenkor mindenkiben van egy bizonyítási vágy, és akkor ő megcsinált, én is megfogom, és megfogja. Délelőtt hasonló foglalkozáson, bár ott csak adventi koszorút alkottak zömmel idősebbek, de ott egyetlen egy férfi ember nem volt, itt ketten is ülnek az asztalnál. Ez szervezés kérdése, hogy az urakat is be lehessen vonzani? Igen, a Laci bácsinak mondtuk, hogy jönnek itt a helye közöttünk. Mert... Kötelező. Nem, hanem a Laci bácsi rosszul lát. De ő neki folyamatosan mondjuk, hogy mit csinálunk, hogy csináljuk, és élvezi, szereti a társaságunkat, ne otthon üljön egyedül, nem baj, ha ennyi csaj veszi körül. Mi a fő különbség, vagy mi éppen a hasonlóság a gyerekekkel való hasonló foglalkozások és az idősekkel való foglalkozások között? Én úgy gondolom, hogy nagy a hasonlóság, tehát ugyanazt a figyelmet kérik az idősek is, mint a gyermekek is. Helyenként ugyanolyan gyerekesen is viselkednek? Időnként. És ilyenkor elkezdve, hogy ennyi, Laci bá. Ez így van. Amikor én kezdtem ezt a pályát, akkor én 8 évig én is gyerekekkel dolgoztam, és utána jöttem az idősekhez.